A koronavírus járvány miatt 2 hónapja lezárták a Szentmaryai Tiborvárosi stadiont, valamint a Felsővárosi sporttelepet. Sem edzéseket, sem pedig mérkőzéseket nem tarthatnak az egyesületek. A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése alapján a férfi nagypályás bajnokságok közül csak az NB1, valamint a Magyar Kupa hátra levő mérkőzéseit játsszák le, a női NB1-ben pedig csak a Bajnokok Ligája indulás eldöntéséhez szükséges találkozókat rendezik meg. Az NB2-ben és az NB3-ban így félbe maradt a szezon. Az aktuális zárótáblázatok alapján jelölik ki a lehetséges feljutókat és a kiesőket. Az NB3 keleti csoportban 6 győzelemmel, 2 döntetlennel és 10 vereséggel a 10. helyen végzett az Egerese. A tavaszi kezdés elégedett vagyok, ugye 2 meccsen 4 pontot szereztünk összességében. Nem lehet ezt így megítélni, mivel ugye egy bajnokságot soha nem lehet rész távon vizsgálni, tehát most befejeződött a bajnokság, sokkal hamarabb, sok mérkőzésünk volt még hátra, azért 20 ponttal álltunk, elérhető közelségbe került az, hogy tényleg felzárkózunk a középmezőnyhöz, illetve a tavaszi tabellán előkelő helyet tudjunk elfoglalni. Hozzátette, egyelőre még egyéni edzésekkel folytatják a felkészülést a játékosok, a cél, hogy egyben maradjon a csapat. A Heves megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a Berg System Egerese a 12. helyen zárta a szezont, a megyei harmadosztályú bajnokság keleti csoportjában szereplő Egri Sportcentrum pedig a 7. lett. Természetesen elfogadjuk a Magyar Labdarúgó Szövetségnek ezt a döntését, ettől függetlenül azért úgy gondolom, mint ahogy a legtöbb csapat is vélemény szerint, hogy mindenképpen szerettünk volna játszani, és a pályán bebiztosítani a bennmaradást. A csapatnak nagyon jól sikerült a felkészülése. Nagyon, nagyon motivált játékosok voltak edzéseken, régen látott tűz volt a srácok szemében. Biztos vagyok benne, hogy előrelépés lett volna a tavaszi szezon számunkra. Az Egerese mellett az NB3 keleti csoportban még 2 megyénkbeli klub szerepelt a 2019-2020-as idényben, a Gyöngyös a 11., az FC 60 pedig a 14., így kieső helyen zárt.